Ma reggel Székesfehérvár több lakóépületén is plakát és szórólap hirdetett egy csütörtöki demonstrációt, melyen a bőrgyár épületének az országos cigány önkormányzat számára ingyenes átadása ellen tiltakoznak. A témával kapcsolatban sajtótejékoztatót tartotta a jobbik Székesfehérvári szervezete, ahol arról számoltak be, bár egy módosító javaslat született a bőrgyár ingyenes átadásának elutasításával kapcsolatban, azonban mégis tarthatatlan, hogy ez a téma egyáltalán felmerülhetett, és a beharangozott demonstrációt megtartják. Ezt civilek uh, uh, kezdeményezték és plakátolták ki a várost. Uh úgy tudjuk, hogy mindenki azon erők, akik a szervezésben részt vettek, azon személyek, akik ezt a tiltakozási hullámot megindították, és akik megkeresték a jobbikot, töretlenek abban, hogy megjelenjünk a téren. Dr. Bóka Viktor Székesfehérvár jegyzője megkeresésünkre elmondta, hogy még 2011. decemberében született egy kormányhatározat arról, hogy bár a város az Agóra pólus megvalósításától eláll, az így felszabadult két milliárd forint továbbra is Székesfehérvárra kívánja helyezni a központi kormányzat, ezért a lehetőségek vizsgálatára is sor került. Egy kormány született arról, hogy Székesfehérváron a város vizsgálja meg annak lehetőségét, hogy egy kisebbségi kulturális központ létrehozásának feltételei adottak-e. A polgármester ebben az esetben az önkormányzati törvény szerint egy dolgot tehet, ugye tekintette arra, hogy az önkormányzat testületi szerv a döntéseket nem egy személyben a polgármester, nem a testület hozza, előterjesztést Készített, és ezt a bizottságok, illetve a közgyűlés elé terjeszti, hogy hozzák meg a szükséges döntéseket. Székesfehérvár önkormányzata szerdai közleményében arról tájékoztatta a nyilvánosságot, hogy az előterjesztést a közgyűlés csütörtökön valóban megvitatja, de az ingatlan ingyenes átadását a polgármesteri előterjesztés alapján várhatóan el fogja utasítani, arról ugyanis a nemzeti vagyon hasznosításáról szóló jogszabályok nem adnak lehetőséget. A felmerő agályokról kovácsoltott a szakbizottság. Elnökét kérdeztük. Ez a megvalósítandó projekt, ez nem közcél, így ingyenesen használatba nem adható, és ebből következik, hogy ezt e, én ezt a, a Jogi véleményt fogom javasolni a bizottságnak, és bízom a bizottság bölcs döntésében, hogy egyet fognak érteni velem, azaz, hogy ezt az előterjesztést nekünk nem szabad elfogadásra javasolni a közgyűlésnek. Az önkormányzat sajnálatát fejezi ki, hogy a jobbik és holdudvara újabb hamis információkon alapuló híreszteléssel kelti rossz hírét fehérvárnak, anélkül, hogy a telekügy miatt elnézést kért volna, áll az önkormányzat közleményében.